Sziasztok! A mai videóban arról lesz szó, hogy mi az a 7 dolog, amit mindenképp beszéljetek meg szerintem a fotómodelletekkel, mielőtt nekiálltok portréfotózni. Az első és szerintem a legfontosabb, hogy letisztázzátok, hogy PEI vagy TFCD alapon lesz a fotózás. Ez természetesen csak akkor érvényes, hogyha te keressel valakit, hogy álljon neked modellt. A második szempont az, hogy írtok egy szerződést, amiben lefoglaljátok a szabályokat. Tehát, hogy milyen céllal készülnek a fotók, hol lesznek felhasználva, kinek milyen felhasználási jogai vannak, és így tovább. Erre egyébként a legalkalmasabb egy TFCD szerződés, amiről pedig majd egy következő videóban fogok beszélni. A harmadik, hogy megbeszélitek, milyen stílusú fotókat akartok elkészíteni. Lehet portré, divat, glamour vagy akt. Ez egyébként azért fontos, mert minden egyes fotóstílusnak más és más a koncepciója. A negyedik, hogy milyen képkivágásúak lesznek a fotók. Teljes alakos fotókat fogsz készíteni, vagy közeli portrékat, felest, háromnegyedes. Ezek főként a modelleknek nagy segítség, hiszen nem kell bepakolniuk az egész ruhatárat, így elég csak specifikusan azokat a ruhákat elhozni, amilyen képkivágásban készülni fognak a fotók. Ezt értsd úgy, hogy például, hogyha készítünk egy közeli portréfotót, vagy egy feles fotót, akkor igazából a modellnek csak a felső ruházatára kell összpontosítania, a smink, a haj, és hogyha visel ékszert, akkor az ékszerekre. Az ötödik, hogy milyen ruhákat hozzon magával a fotómodellet. Ez szinte kivétel nélkül mindenki megkérdezi. Én úgy gondolom, hogy érdemes a ruházatot az előre megbeszélt koncepcióhoz igazítani. Tehát, hogyha ti megbeszéltétek, hogy például divat jellegű fotókat fogtok készíteni, akkor érdemes trendi, divatosabb ruhákat hozni magunkkal, és azokban pózolni a kamerák előtt. Vagy például, hogyha a koncepciónk egy ilyen lazább, vagányabb, lázadóbb stílusú fotósorozat, akkor a modellünknek érdemesebb ilyen jellegű ruhákat magával hozni, amik tükrözik ezt az élet stílust. Hatodik, a smink. Ezt nem győzöm hangsúlyozni, hogy egy jó fotósorozat alapja az a megfelelő smink, illetve a professzionális sminkelés. Úgyhogy megbecsülni a sminkeseket. Na de mi van, ha azt mondja a modellet, hogy ő megcsinálja magának otthon? Ezzel sincsen semmi probléma, csak előtte mindenképp egyeztessétek, és a sminket a megbeszélt koncepcióhoz igazítsátok. Viszont, hogyha azt mondja, hogy teljesen rátok bízza magát, illetve nem rátok, hanem a sminkesedre, akkor érdemes az ő arcához, az ő stílusához igazítani a sminket, illetve a megbeszélt koncepcióhoz, de mindenekelőtt ezt beszéld meg elő a sminkessel, mert hát te alapvetően fotós leszel, vagy fotós vagy, és nem sminkes. A hetedik dolog, amit meg szoktam kérdezni, az az, hogy volt-e már része fotózásban, illetve van-e gyakorlata a pózolásban. Ha nem túl sok vagy semmi, az se baj, hiszen hétköznapi embereket fotózunk, és nem várhatjuk el tőlük, hogy úgy viselkedjenek, mint a divatmodellek a Vogue magazinnál, mint mondjuk Coco Rouge. Számodra azért fontos, mert így tudni fogod, hogy a modellednek segíteni kell pózolni a legapróbb részletekig. Viszont, hogyha van gyakorlata a pózolásban, akkor igazából minimális instrukciókat kell csak adnod a modellednek, és ő tudni fogja, hogy mit kell csinálni. A videónk végéhez értünk, én megköszönöm a figyelmeteket, ha tetszett a videó, a megfelelő gombok megnyomásával ezt kifejezhetitek, illetve a gondolataitokat is megosztanátok velem, ezt a komment szekcióban tehetitek meg. Ha viszont még tartalmat szeretnétek tőlem látni, akkor irány a feliratkozás gomb. Sziasztok!